A diplomácia az a művészet, amikor úgy mondod az embereknek, hogy menjenek a pokolba, hogy azok útbaigazítást kérnek. Kedves beszélgető társaim, szerintetek kitől származik ez az idézet? Kinek tulajdonítják? Stílusjegyekre próbálok figyelni. Nem, mint hogyha idézetek kódfejtésében olyan nagyon professzionális lennék. Sanda gyanúm, hogy angol száz szerző. Többieknek bármilyen tipp? Jó az irány, én sem mondhattam volna jobban. Churchill idézetről van ugye szó? Azt kell, hogy mondjam, igen. Az emberek nagy többsége Winston Churchillnek tulajdonítja ezt az idézetet. Van azonban egy ellentábor, akik úgy gondolják, hogy nem tőle származik. Van, akik meg azt mondják, hogy soha nem fog kiderülni, hogy kitől származik ez a forrás. Úgyhogy ez bizonytalan. De szerintem ez igazából nem olyan nagy probléma, mert felvázoltuk az összes lehetőséget. Tehát nem tudom, mit gondoltok, de viszont egy nagyon helyén való és egy teli találat idézet szerintem. Nagyon ez, hatásos, ugye? Szerintem jól összefoglalom. Az idézet nagyon jó, és amúgy pedig a történészi működésmechanizmusnak egy sajátossága, vagy tudjuk kitől van, vagy nem, hogy teljesen mindegy, a lényeg, hogy jól lakszik. Így van. Igen, vagy valahol a tudjuk és a nem tudjuk között vagyunk a szürke zónában, hogy feltesszük. Igen. Ez is lehetséges. Sok mindent illusztrál ez az idézet. Így van. És ha már megkérdeztelek titeket, akkor engedjétek meg, hogy bemutassalak benneteket a hallgatóinknak is. Itt ő velem szembe Sós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, a külügyi munkacsoport vezetője, illetve Andrédez Gábor és Szilágyi Gábor, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársai, szintén a munkacsoportnak a tagjai. Magamról pedig csak annyit, hogy Madarász Anita vagyok, ugyanúgy a NEB tudományos főmunkatársa, ugyanúgy a munkacsoport tagja, és a mai beszélgetésünket én fogom vezetni. Na vágjunk is bele ebbe az izgalmas kirándulásba. Mielőtt rátérnénk az 1945 utáni diplomácia kutatására, annak fontosságára, érdekességeire, illetve a kutatás nehézségeire, segítsünk a hallgatóknak az, hogy egy kicsit elhelyezzük magunkat a térképen, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának mi az alapvető feladat, és tulajdonképpen hogyan is jött létre? 2013-ban az alaptörvény nevezi meg a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, hogy létre kell hozni, és 2014-ben választott az országgyűlés meg 5 embert, illetve 3-at választottak, 2-t pedig kineveztek a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjává. Ez az 5-fős testület, illetve a hozzá kapcsolódó hivatal a NEP törvény értelmében azt a feladatot kapta, viseli, hogy az 1945 utáni időszak működésmechanizmusát, a hatalombirtokosok tevékenységének a feltérképezését, önmagában a hatalombirtokosok megnevezését vigye végbe. Egy elég ilyen értelemben új intézmény, hiszen korábban nem volt ilyen, egy Közép-Kelet-Európában számos hasonló működik, talán a lengyel a legjobb példa erre, az IPN, de itt most már lassan több mint 9 éve tevékenykedik a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és hivatala Magyarországon, és talán sikerült kivívni azt a fajta szakmai elfogadottságot, tekintélyt, hogy egy tudományos kutató helyként, műhelyként tekintenek ránk. Ha már említetted ezt a 9 évet, akkor ez alatt a 9 év alatt milyen eredmények születtek olyan szempontból, hogy mondjuk ezt szükítsük le a külügyi munkacsoportnak a teljesítményére, feladatára. Milyen alapvető kutatások vannak? Alapvetően nagyon sokan foglalkoznak diplomácia történettel, vagy külügyi kapcsolatokkal. Talán a NEP külügyi munkacsoportjának érdeme, hogy különböző műhelyeket, különböző szakmai intézeteket sikerült egy-egy tudományos konferencia keretében megszólaltatni, illetve az előadók, a résztvevők bárhonnan is jönnek, arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy-egy tematikus kérdés, téma kapcsán ki mit gondol, milyen kutatási eredményekre jutott, és nem feltétlenül szeretnénk beállni egyik vagy másik szekértábornak a világába. Illetve a másik, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy részben egyfajta külügyi
külügyminisztériumi működésmechanizmus kutatása hivatal, illetve az ott dolgozók tevékenységének, életútjának a feltárása, illetve kettő vagy több oldalú diplomáciai kapcsolatok feltárása a munkacsoportnak a feladata, célkitűzése. És talán az is fontos, hogy egy nagyon erős forrásalapú kutatást végzünk, hiszen nagyon fontos eredmények születtek már az elmúlt 20-25 évben is, vagy akár azt megelőzően is. A magyar diplomácia történet mindig is erős volt, de a szakirodalom ismerete és használata nagyon-nagyon fontos, de talán még inkább megelőzi azt, hogy a források feltárására és bemutatására törekedjünk. Ez nagyon jó szó, amit mondta, hogy erős volt a diplomácia, vagy mindig is erős a diplomácia történet. Most mint a kötegedni szeretnék egy kicsit, úgy tűnik a történet, de hogy miért fontos egyáltalán a külügyjel foglalkozni, miért fontos az egyetemes történelemmel kapcsolatos kutatás, mi ebben az, ami úgy megérinti akár az embereket? Az embereket? Mi az, ami... A kutatókat, embereket. Kicsit bizonytalan vagyok, hogy ilyen kis személyessel be lehet-e kapcsolódni, de szerintem miért nem? Abszolút, ne? Persze. Hát azért, mert nagyon egyszerű oka van, tehát baromi izgalmas más országok 1945 utáni történelmi, társadalmi viszonyait megismerni, belekukkantani azokba a viszonyokba, azokba a történésekbe, amelyekkel szembesültek, amelyekkel küzdöttek, amelyekkel foglalkoztak, amelyekkel harcoltak, vagy amelyek ellen harcoltak, és nagyon izgalmas összerakni a kapcsolódási pontokat, hogy esetleg ezek az előbb említett események hogyan kapcsolódhatnak a magyar diplomácia, vagy a magyar külkapcsolatok, vagy a magyar külpolitika világához. Tehát ami az én kis személyes válaszomat illeti, hát egy hallatlan izgalom, amikor az ember megismeri azt, hogy egyes országok bizonyos fontos, nagyon-nagyon fontos történelmi pontjai, azok hogyan kapcsolódhatnak a saját országomnak a mindennapjaihoz esetleg. Igen, ehhez csatlakoznék én is. Tehát egy külső szempontrendszeren keresztül láthatjuk újra saját magunkat. A magyar történelmet is jobban elhelyezhetjük abban a korban, amit éppen vizsgálunk, hogyha egy kicsit kilépünk a magyar történettudomány által használt szempontrendszeren, és egy picit kívülről nézünk rá. De érdekes, hogy külföldön megmaradt források is rávilágíthatnak, hogy ott mi az, amit furcsának, figyelemre méltónak, kuriózumnak, követendőnek, elvetendőnek, stb. Találtak bizonyos magyar gyakorlaton, magyar jelenségeken. Sztorizgatás, talán egy nagyon eseti, vagy nagyon rendhagyó dolog lehet, de 1947-ben itt jár Budapesten egy osztrák kommunista újságíró. Magyar elvtársakról szeretne tudósítást készíteni, hogyan élnek, hogyan dolgoznak. Fogadja Rákosi Mátyás is, az első számú pártvezető, és az újságírónk az fontosnak tartja leírni, hogy milyen helytelen gyakorlat azért, írja otthon, nem az újságban, hanem az elvbarátainak egy belső feljegyzésben, hogy Rákosi elvtárs irodájában olyan térkép van a falon, amely az 1941-es határok között ábrázolja Magyarországot. Én nem tudom, hogy erről bárki, aki Rákosival foglalkozott, vagy írt erről a korszakról, ezt itthon publikálta volna. Egyszerűen az a szempont, hogy hát az volt, nem volt más. Hát most milyen térképet tegyenek ott a 45-öt közvetlenül követő években egy reprezentatív irodafalára. De egy külső szemlélőnek ez az, ami szemet szúrt, és ki tudja, miféle következtetéseket vont ebből le, hogy akkor Rákosi elvtárs netán Erdélyt vissza akarja szerezni Magyarországnak. És talán még az is egy izgalmas kérdés, hogy egy-egy esemény kapcsán a tábor vagy a blokkországok, akik mondjuk a szovjet felügyelet alatt vagy szovjet megszállás alatt voltak, hogy reagáltak, ki mennyire tudott élni a lehetőségekkel, mennyire tagozódott be ez, mondjuk 1945 és 89 között hogy változott. És Magyarországot nem lehet egy önálló
szigetként tekinteni, tehát a nemzetközi folyamatokban, eseményekben hol aktívabb, hol kevésbé aktív, de mindig is benne volt, és ezért a diplomácia történet, a külkapcsolatok kutatása, feltárása szempontjából több országgal, több hatalommal való kapcsolatát lehet vizsgálni, illetve összehasonlítani. Én azt gondolom, hogy emiatt is nagyon izgalmas, és persze nagyon fontosak a bilaterális kapcsolatok egy magyar-német, vagy egy magyar-olasz, vagy magyar-brit, de talán még inkább izgalmas, hogy egy-egy kérdéskör mentén hogyan, miként lavírozott Magyarország külpolitikai vezetése, és különböző országokkal egy időben milyen véleményt, milyen javaslatot tudott elfogadtatni, vagy milyen irányba tudott lépni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megállapítás. Egy adott országnak a történetét nem lehet kiragadni a kontextusából. Tehát ezt világviszonylatban kell nézni, és mindig reflektálni kell arra, hogy az adott ország egy adott ügyben mit hogyan csinált. Ez szerintem egy alapvető dolog, és sokan kérdezték már azt, hogyha mondjuk egy adott országgal foglalkoznak, akkor nekik miért kell mondjuk azzal foglalkozni, hogy X országgal neki milyen kapcsolata volt. Hát éppen azért, mert így tudja meg a teljes történetet. Akár a gazdaságára, társadalmára, kultúrájára, sportra vonatkoztatjuk. Tehát, hogy ez hogyan egészül ki, milyen egyezmények születtek, milyen segítséget nyújtottak, miben akadályozták az adott országot. Tehát ezek mind mindennel összefüggnek. Talán egyedül ugye a remetének nem kell tekintettel lenni a környezetére, mert annyira visszavonultan él, de hát egy ország ezt nem engedheti meg. Ez így van. És ha már feltárásról beszélünk, akkor milyen mértékben feltáratlan a diplomácia történeti külkapcsolati kutatás? Mennyiben tudunk még újdonságot mondani? Mennyiben kézzelfoghatóak a források, elérhetőek? Magyarország az szerintem egy speciális helyzetben vagyunk. Itt persze azok, amik még titkosak, meg minősítettek, egyre kevesebb ilyen van, de 90 előtti vonatkozásban viszonylag jól hozzáférhető. Most nyilván itt akár állambiztonsági vonalon lehettek irat megsemmisítések, de önmagában a külügyminisztérium által keletkeztetett dokumentumok jelentős része hozzáférhető. Talán a nemzetközi viszonylatban, diplomácia történetben az okoz nehézséget, hogy akár mondjuk szovjet, moszkvai, vagy amerikai, washingtoni, de gondolhatunk arra, hogy mondjuk hol milyen szabályozás van, hogy mondjuk egy dokumentum keletkezésétől mondjuk nem 30 év a kutatásnak a lehetősége, mint nálunk, hanem mondjuk 50-70 év, akár Ausztriára, vagy Nagy-Britanniára, hogyha gondolunk. De mondjuk a jelenleg zajló orosz agressziónak köszönhető háború nem fogja egy darabig lehetővé tenni, hogy mondjuk az elmúlt 20-30 évben viszonylag normális magyar-orosz kutatási lehetőségek, azok továbbra is így működjenek. Tehát azért ilyen értelemben van az emberben egyfajta aggodalom vagy félelem, hogy bizonyos kapuk egyszer csak megnyílnak, aztán visszazáródnak, vagy legalábbis az a pici rés az olyan erősen csapódik vissza az ajtó, hogy hosszú évtizedek kellenek, míg újra egy kis rést ki tudjunk nyitni. És hát nyilván az is egy izgalmas, hogy talán fölmerül a hallgatókban, hogy hát nagyon sok diplomáciai vonatkozásban itt Magyarországon is megismerhető akár a másik félnek is sokszor az álláspontja, de az igazándiból az az izgalmas, meg az eredményes, meg a hatékony, hogyha annak az adott szervezetnek, országnak a saját iratanyagaiba tudunk elmélyedni. Sőt, egy picit talán ezt még bővíteném is. Nem is mindig tudjuk, hogy hol találhatunk érdemi információt akár egy bilaterális kapcsolatra, akár valami több oldalú kezdeményezésre, nem is feltétlenül csak a résztvevő országok lehetnek érdekesek. Nekem még nagyon sok közvetlen tapasztalatom nincs, de több kolléga hivatkozik ilyen szempontból a svájci diplomáciára, mint eléggé kimeríthetetlen forrásra nekik. Úgy senkivel nem volt olyan igazán félelmük kapcsolatban lépni, tehát amit ők önnak gondoltak, azt követték, figyelemmel követték, tehát nagyon sok mindenre a vasfüggöny mindkét oldaláról, vagy az Európán kívüli világról is vonatkozóan őriznek ők információt, amit tudtommal még nem olyan sokan kerestek meg. Nem is feltétlenül azért, hogy ami ott megtalálható, amit leírtak, az bizonyosan úgy van,
De akkor is el lehet indulni, hogy még hol lehet információt találni egy több oldalról megvilágítható kérdéshez. Ez csak példa, de... Én csak annyit, csak annyit szeretnék hozzátenni. Az is nagyon érdekes, és ebben én az utóbbi 5-6 évben 4-5-ször belefutottam, illetve egy konkrét esettel kapcsolatban 4-5-ször ugrottam neki, hogy mi az, amit esetleg külföldi levéltárban megtalálsz, kutathatsz, és nagyon nyíltan, szenzitív adatokkal, és mennyire tudod ezt megfeleltetni magyarországi kontrolloknak, vagy forrásoknak. Ezeknek a párosítása, ezeknek az összehasonlítása, ezeknek az összegyűjtése elég nehéz. De ezért szép a mi szakmánk. Igen, ez itt elhangzott egy nagyon fontos szó, a kontroll, tehát ezért is jó, vagy ezért is szükséges több helyen megvizsgálni egy adott anyagnak, vagy adott témának a forrás anyagát, ami megmaradt róla, mert egyrészt igazolhatók kölcsönösen, vagy cáfolható. Vagy cáfolható, persze. Ami itt vagy ott megmaradt esetleg, még csúsztatásra való törekvések, vagy félreértelmezések is kimutathatók. Igen. És hát azért arról se feledkezünk meg, hogy olyan értelemben sokszor előnyben vagyunk, hogy vannak olyan országok, vagy olyan nemzetközi kapcsolati viszonyok, amiben a magyar források előbb hozzáférhetők. Uh-huh. Az én egyik kedvenc területem a magyar vatikáni kapcsolatok, ott ugye a szentszéki forrásokhoz sokkal később lehet hozzájutni, mint mondjuk a magyarhoz. Tehát ugye ez például pont egy olyan terület, de nem beszélve arról, és szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ma talán már egy picit nehezebb, de ha belegondolunk a rendszerváltás környékét, vagy azt követő időszakra, rengeteg egykori diplomatának, nagykövetek, sőt, külügyminisztereknek visszaemlékezései, akár velük készített interjúk jelentek meg, készültek, váltak hozzáférhetővé, és persze az emberi emlékezet, vagy az, hogy az ember mit akar elmondani, azért az tud szubjektív lenni elég erősen, de azért ezek nagyon fontos források, nagyon hasznos akár az oral historira gondolni, és talán ma is én azt gondolom, hogy ez az egyik olyan terület, ami lehet, hogy óvatosabbak, vagy már visszafogottabbak, vagy már nem sokan élnek, de aki még olyan is megszólaltatható, az nagyon sokat tud hozzátenni egy-egy dokumentumhoz, mert jó példa erre mondjuk ugye utolsó miniszterelnök a rendszerváltás előtt Németh Miklósnak, ha mondjuk a moszkvai látogatására gondol az ember, vagy itt a rendszerváltás környéki folyamatokra, számos olyan esemény van, ami mondjuk nem került úgy dokumentálásra vagy jegyzőkönyvre, de az ő személyes elmondásai, amikor nagy nehezen meg lehet őt szólaltatni, pont azt mutatja, hogy mennyi mindent lehet bemutatni, vagy megismerni ennek köszönhetően. Én nagyon örülök annak, hogy elkezdtétek egy kicsit érinteni a saját kutatási témáitokat. Úgyhogy azt szeretném, hogyha a hallgatók is megismernék azt, hogy miről kutattok, mert nagyon izgalmas témák szerintem. Úgyhogy pár mondatban egy kicsit, hogy miért ez a kutatási terület, miért az adott ország és Magyarország viszonya, vagy az adott ország története az, ami érdekes. Meséljetek erről egy kicsit. Nálam az a kicsit speciális helyzet van, hogy nem is egy témáról lenne, akkor itt érdemes beszélni, de próbálom akkor azt a kettőt, ami most ugye a fejemben van, azt röviden összefoglalni. Egyrészt már nagyon régóta a pártközi kapcsolatok, tehát a magyar állampártnak, illetve nyugati kommunista pártoknak a kapcsolataival foglalkoztam, vagy foglalkozom. Ennek kicsit, tehát erre is igaz, amit itt elmondtunk Magyarországra, hogy azt befolyásoló, meghatározó, uraló állampártnak a helyzetét is máshogy lehet megvilágítani, hogyha a külkapcsolatokban betöltött helyét, szerepét vizsgáljuk, illetve azt, hogy hogyan pillantottak rá a hivatalosan testvérpártoknak nevezett politikai tömörülések nyugatról. Ez azóta, a kutatás azóta az én esetemben kibővült a nyugati szociáldemokráciával fenntartott kapcsolatrendszerrel, ami a 70-es, 80-as években a vasfüggönyön keresztül tartó párbeszédnek egy fontos csatornája volt, tehát ilyen szempontból nem csak magyar viszonylatban jelentős, és ebben a
témában kicsit ötvöződik az én két nézőpontom, mert egyfelől ez a pártközi megközelítésmód jellemez, másfelől pedig a magyar-német kapcsolatok történetével igyekszem foglalkozni, és éppen a nyugat-német magyar viszonylat, szociáldemokrata kommunista pártközi párbeszéd az egy nagyon fontos jelensége volt az imént emlegetett évtizedeknek is. A magyar-német kapcsolatokról pedig csak közhelyek szintjén maradva is nagyon lényeges dolgokat lehet mondani. A földrajzi közelség, a legfontosabb kereskedelmi partner Európában, a korszakban persze a Szovjetunió után, illetve ott van a német kérdés, tehát Németország kettéosztottsága az egész általunk vizsgált korszakot végigköveti, és kulcsfontosságú kérdés. Az, hogy Magyarország itt hogyan nyilvánult meg, milyen magatartást követett, ugyanígy kulcsfontosságú. És milyen forrásokra tudsz támaszkodni? Tulajdonképpen minden, ami eddig elhangzott, levéltári iratok itt és ott, tehát Magyarországon a állampárt irat hagyatéka, a külügyminisztérium irat fondja, levéltári állaga. Ugyanezek igazak német oldalról, állami levéltárak őrzik az NDK állampártjának anyagát, illetve a mindkét német állam diplomáciájának az iratanyagát. A nyugat-német pártok, ha már itt a szociáldemokratákat emlegettem, anyaga pedig ez egy speciális jelenség. Németországban a pártalapítványok gondozásában vannak a levéltárak, azok is elég jól hozzáférhetőek, és érdemes kutatni. Emellett persze visszaemlékezések, sajtó és nagyon sok minden még. És van lehetőséged, volt lehetőséged, hogy interjúkat készíts? Volt lehetőségem, alapvetően idehaza, tehát külfölddel kapcsolatban ez egyelőre nem vetődött fel. Az is igaz, hogy ugye ott, akik érdemi dolgokat tudtak volna mondani, ők már annyira idősek voltak akkor, hogy amikor ezzel foglalkoztam, hogy nem akartam belevágni ebbe a külön projektbe, hazai diplomatákkal, egykori pártvezetőkkel is sikerült egyszer-egyszer beszélnem erről, és talán nem is annyira a konkrétumok szintjén, mint a kapcsolatok légkörének rekonstruálásában, személyközi viszonyoknak a leírásában nagyon sok hasznos információt adtak. Talán példaként, hogyha az egykori legfelső pártvezetésből Berec Jánost tudnám kiemelni, aki nagyon sokat foglalkozott ezzel a nyugat-német viszonylattal, vele folytattam több tartalmas beszélgetést a témában. Érdekes, hogy valaki választ egy témát, néha pedig a téma vagy a lehetőség választja őt. Én amikor az életem után a magyar, akkor még magyarországos levéltárba kerültem, akkor külügyminisztérium iratanyaga lett a referenciám, az is az 1965 után, és először nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, én az egyház történet érdekelt jobban, és azzal is foglalkoztam, és akkor megkaptam, az ember a munkáját elvégzi, de és aztán egy nap eltelt, és akkor leesett, hogy hát ennél jobb lehetőség nem nagyon van, hiszen a külügyminisztériumon keresztül számos információ áramlott az egyházak irányába, főleg a nemzetközi kapcsolatok, akár gondolhatunk csak a Szentszékre, vagy nemzetközi egyházi szervezetekre kifejezetten, és egy pillanat alatt megszerettem nem csak magát a külügyminisztérium iratanyagát, hanem az egész külkapcsolatokat, diplomácia történetet. Nyilván az ember néha azért elkalandozik, meg azt gondolom, hogy itt nyelvismerettől kezdve egy csomó mindenre szükség van ahhoz, hogy egy-egy témában nagyon jól el lehessen mérni, és nem lehet megspórolni a külföldi kutatásnak a lehetőségét, vagy azzal, amikor lehet élni kell, de alapvetően a téma aztán annyira ki tud szélesedni, terebélyesedni, tehát nem is lehet szerintem azt mondani, tehát biztos, hogy van olyan, aki csak és kizárólag egy ország és Magyarország kapcsolatában mélyed el, de ahogy itt a beszélgetés is mutatja, azért nagyon sok minden összefügg, szervesen kapcsolódik össze, tehát nagyon-nagyon nehéz vegytiszta két ország közötti diplomáciai viszonyt kutatni csak és kizárólag. Persze ilyen is van, és az is nagyon-nagyon örömteli. Illetve a másik, ami engem egy idő után foglalkoztatott, vagy mind a mai napig érdekel, hogy persze a döntések sok esetben a pártközpontban vagy a párt külügyi osztályán születtek meg, de önmagában a végrehajtás, illetve egy ekkora apparátus, mint a
külügyminisztérium, illetve a külkapcsolatokat működtető külképviseleti hálózat, amivel Magyarország rendelkezik, meg rendelkezett korábban. Ennek a vizsgálata az, akik a mindennapokban a gyakorlatban ezt végrehajtották. Ez is egy nagyon érdekes, hogy kik kerülnek diplomata pályára, kikből mi miatt lesz egy jó külképviseletvezető, nagykövet vagy a minisztériumban vezető. Azt hiszem, hogy itt közben eljutottunk a 1945-89 közötti Magyarországnak egy általános fontos jellemzőjéhez, hiszen egy kommunista pártállami rendszerben minden központosított, mindenről a párt tehet, és mindenre a párt figyel, meg ahova esetleg delegálja a feladatokat, hogy figyeljenek. Tehát ha a akkori diplomáciára fókuszálunk, akkor ott nem csak az államközi kapcsolatok, hanem ott előjönnek a gazdasági kapcsolatok, a kulturális kapcsolatok, városok, települések, egymás közötti kapcsolatai, szervezetek, akár az egyházaktól kezdve a különböző baráti társaságokon keresztül, nem tudom meddig, nagyon sok mindennek egyfajta gyűjtőlencséje. Mindenki, aki a külföld felé valahogy tájékozódik, az csak az állami diplomácián keresztül teheti meg. Én csak nagyon röviden, hogy hallgatólag benneteket, nekem ilyen nagy szavak jutottak az eszembe, hogy miért pont Olaszország, és miért pont ez a magyar-olasz kapcsolatok története. Én olaszosként végeztem a Pázmányon, olasztori szakon, de annyit tudok elmondani, de azt viszont határozott bizonyossággal, és ezt szoktam, mert mindannyian előfordulunk tanszékeken is, ezt nagyon sokat szoktam mondani a hallgatóknak, hogy pontosan ez az ország az Európában, amelynek a történelme tele van hihetetlen izgalmas és érdekesebbnél érdekesebb eseményekkel. A 20. század aztán pláne összeesküvések, gyilkosságok, államcsíny, kísérletek és különféle emberrablások, robbantások. Ezeket hihetetlen érdekes egyrészt átadni, másrészt átadni a hallgatóknak, erről tanítani, ezt tanítani a hallgatóknak, mert ezt meg ezzel foglalkozni, illetve ezeket az esetek mondjuk kegyelmi állapotában be lehet hozni a magyar-olasz relációban is, csak egy föltezde, mindannyian tudni fogjátok, hogy miről beszélek, vagy hogy kiről beszélek, de majd akkor el is mondom a hallgatóknak, hogy mit keres egy volt kommunista nagykövet egy erősen jobboldali P2 szabadkőműves páholy, tehát egy szabadkőműves páholy tagjai sorában. Ez is például egy olyan dolog, amit szerintem hihetetlenül érdekesen érdekes kutatni, és hihetetlenül érdekes ezzel foglalkozni. Az, hogy pontosan erről mikor lesz dokumentáció, azt nem tudom megmondani. Valószínűleg arra még nagyon-nagyon sokat kell várni, de ezek érdekes és felkutatható dolgok. És ugye itt most Anita a műsorunknak az összefogója vagy irányítója, de önnek is van egy elég izgalmas területe. Anita, te mivel foglalkozol, illetve mi az, ami a te kutatásaid fókuszában, a te lencséd gyűjtő fókuszában van? Azt kell, hogy mondjam, hogy aki engem ismer, az már nagyon tudja, hogy ami brit, az hozzám jöhet, ami a brit történelmmel kapcsolatos. Szabad említenem. Aztán igen. A hallgatók egymás között ajánlottak Anitának a szemináriumát, és azt írták, hogy Nagy-Britannia fanoknak kötelező. És ez nagyon jól esett. Igen. Én alapvetően ugye a 19. századi brit történelmmel kezdtem, és igazából ott tényleg az volt, hogy minél mélyebb fúrásokat végezni a brit történelmmel kapcsolatban, és bármi érdekelt, tehát ami a társadalommal kapcsolatos, ugye a szegényekkel kapcsolatos, a különbségek szegények gazdagok között, a politika, hogyan alakult, a női választójogi mozgalommal foglalkoztam, tehát borzasztóan sok mindennel, és aztán egy idő után rájöttem arra, hogy a diplomácia világa is nagyon-nagyon érdekel engem, és ezt a két dolgot összekapcsoltam egymással, és elkezdtem a brit diplomácia történettel foglalkozni, és ezt pedig összekapcsoltam még egy dologgal, méghozzá a magyarországi relációval, és aztán az 1945 utáni brit-magyar diplomácia történetet kezdtem el kutatni. Azon belül is leginkább itt a kulturális hírszerzésnek a témája az, ami nagyon érdekel, tehát hogy ez a nyugati ország
kulturális beszivárgó tevékenysége a szovjet blokk országában, ez hogyan nézett ki, milyen intézményeken keresztül valósult meg. Itt ugye lehet a brit propaganda politikát említeni, de ez már nagyon messzire vezetne, erről talán napokat, heteket, éveket tudnék beszélni, úgyhogy nagyjából ez lenne a röviden. De hát akkor azt el lehet mondani, hogy a brit történelem és az angol szász világ közel áll hozzád. Nagyon közel áll hozzám, igen. Ismerem nagyon ezt az tiszta érzést. Családias. Ismerem ezt az érzést. Igen. Egy kutató, aki Nagy-Britanniában szeretne Magyarországról érkezve iratokat kutatni, ott milyen közegre talál? Nagyon jó. Én annyira élveztem, én voltam kint kutatni, és olyan körülmények vannak ott, hogy nagyjából, ha most túlzásokba esnék, 5 perc alatt megkapod az iratanyagodat, de igazat mondva, olyan 40 perc alatt kijön 4 doboz, vagy 4 irategység, visszaadod, és akkor megint 40 perc múlva kapod. Tehát egy nap alatt annyi iratot át tudsz nézni, amennyire nem fájdul bele a szemed, hogy végignézed. Szóval nagyon-nagyon jó körülmények vannak ott egyébként. Nagyon barátságosak is. Persze ott is létezik ez, hogy valami még ugye nem kutatható, majd idővel ugye a lejár, de nagyon sok minden már elérhető, úgyhogy nagyon jó. És a levéltárban külön öröm volt, talán ez a hallgatók számára is érdekes lehet, egy nagyon jó könyvesbolt található ott, ami végigveszi a brit történelmnek a fontosabb szakaszait, kevésbé ismert szakaszait, és nagyon jó könyveket lehet ott kapni. Én egy bőrönnyi könyvet értem haza. Ha már beszéltünk arról, hogy mennyire fontosak ezek a kutatások, itt szóba került már az egyetemi oktatás is, konferencia is szóba került. Tehát összességben ismételjük el még egyszer, ez egy nagyon fontos téma, én azt gondolom, hogy hogyan juttatjuk el az általunk kutatott témákat, új információkat, összefüggéseket a széles közönség számára. Tehát milyen olyan felületek, platformok vannak, amelyeken ezt így tovább tudjuk adni. Illetve egy kicsit itt a szakmaiságról, meg az ismeretterjesztésről is kicsit talán érdemes beszélni, hogy most van-e egyensúly a kettő között, vagy valamelyik még mindig fontosabb, vagy mondhatunk-e egyáltalán ilyet? Mi a véleményetek erről? Előjában igazából csak meg szeretném ismételni mindazt, és nagyon fontosnak tartjuk, amit Viktor az előbb már mondott, a beszélgetés elején mondott, hogy igyekszünk konferenciákat, évente konferenciákat, kisebb vagy nagyobb konferenciákat szervezni. Mondjuk ezt így, hogy reprezentatív nagyobb konferenciát és kisebb workshop jellegű konferenciákat. Úgy nagyon fontos cél, és ezt is ugye Viktor említette számunkra, hogy az ország különböző egyetemein, a különböző tudományos műhelyekben dolgozó kollégákkal fenntartsuk, megtartsuk, és ennél sokkal fontosabb, erősítsük a tudományos párbeszédet. Föl is írtam magamnak, tehát Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, Veszprém, természetesen Budapest, tehát mindenhol megpróbáljuk megkeresni adott tárgyévben, adott döntően adott tematikára felfűzve tartunk konferenciákat. És ez egy nagyon fontos vállalásunk, vagy nagyon fontos célkitűzésünk, illetve még egyet szeretnék, aztán át is adom a szót a kollégáknak, hogy van még egy nagyon fontos célkitűzés, a fiatal kollégákat szeretnénk megszólítani, és a fiatal PhD-s kollégák számára szeretnénk megjelenési, felszólalási, konferenciázási, nagyon csúnyán fogalmaztam, lehetőséget biztosítani, azért, mert amúgy is fontosnak tartjuk ezt, illetve mindannyian visszaemlékezünk arra, hogy milyen fontos volt a számunkra a tanulmányaink során, hogy eljutottunk ilyen, olyan és olyan konferenciákra. Általában mi vagyunk ezek a nagy konferencia szervezős fanok, és talán egy kulcsszavunk van erre, hogy mi miért szervezünk állandóan konferenciákat. Párbeszéd. Hát igen. Párbeszéd. Ez, tehát igen, meglegyen ez. Igen. Ez a kis közösség, igen. Kis műhely. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosak azok az eredmények, amit konferenciákon bemutathatunk, kötetekben megjelentethetünk, de talán ez a podcast beszélgetés is azt mutatja, hogy ma a 21. században, így 2023-ban nagyon fontos az, hogy ez ne egy ilyen pár embernek az érdeklődése legyen, hogy valaki ír valamit, és azt hárman elolvassák jobb esetben, és meghivatkozzák, vagy még annyian se, hanem én nagyon-nagyon hiszek a tudományos ismeretterjesztésben, olyan területeken is, amire elsőként talán azt gondolnánk, hogy hát ez annyira nem érdekes, hogy a mindennapi életünk szempontjából nem lehet fontos. Azért, mert a magyar történelemnek az ismerete mellett a
A történelem azért is fontos, hogy a jelenben, de sokkal inkább a jövőben bizonyos eseményeknél fel tudjuk azt idézni, hogy hasonló vagy közel hasonló eseményeknél hogyan döntöttek, mit léptek. És ebből a szempontból a külügyi kapcsolatok, vagy a diplomácia kutatása is egy nagyon izgalmas terület, hiszen ma sem vagyunk egyedül, Magyarország ma sem önmaga létezik, hanem különböző nemzetközi szervezeteknek, rendszereknek, akár csak EU-ra, NATO-ra, de arra gondolunk, hogy Kárpát-medence, Közép-Európa is lehetne szűkíteni vagy tágítani, a részei vagyunk, és mindig fel kell tudnunk azt idézni, meg látnunk kell, hogy a döntések, amik születnek, akár nagyban, akár kicsiben, ezek nem lógnak a levegőben. És ebből a szempontból a diplomácia, bár az egy nagyon ilyen, ugye ha visszagondolunk, a francia nyelv volt a diplomácia sajátja, egy sajátos szokásrendszer, és ma azért ezen már egy picit tágítottak, és egy kicsit már alakul, formálódik a diplomácia működése a mindennapokban, de mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy ezt értsék minél többen, és ez ne valami távoli, értelmezhetetlen világ, hanem ember közeli legyen, hiszen emberek működtetik és alakítják a mindennapokban. Gábor az előbb említette az interjúkat, és erről eszembe jutott, hogy egy dolgot még feltétlenül ebben a témakörben, vagy ennél a témánál szeretnék elmondani, hogy fontosnak tartjuk azt is, hogy esetleg a konferenciákon kívül kicsit kíjebb, kicsit lazább rendezvényeket is szervezünk. Ilyenek voltak például, hát szerveztünk már kerekasztal beszélgetéseket, szerveztünk lazább beszámolókat, konferenciákat, vendégül láttunk egykori nagyköveteket, nyugalmazott nagyköveteket, beszéltünk a diplomácia különféle aspektusairól, a diplomácia és a sport kapcsolatáról. Tehát valóban a tudományosság mellett, vagy a szigorúan vett, szigorú értelemben vett, vagy szoros értelemben vett, szűk értelemben vett tudományosság mellett egy picit megpróbáljuk emészthetőbbé tenni. És azt hiszem, hogy ez az esetek döntő többségében sikerül is ezt a stúdiumot, amit mi itt a kollégákkal együtt folytatunk, ez a diplomácia történet, vagy külkapcsolatok története. Így van, és talán ebbe a kategóriába sorolhatjuk még ugye az egyetemi óráinkat igen, is. Igen. Lehetőségünk adódott arra, hogy a NEB és mondjuk valamelyik egyetemi intézmény egy közös órát tartson, közös kurzust tartson, és átadhatjuk az ismereteinket a hallgatók felé, és tulajdonképpen nekünk az a célunk, hogy ne egy sima előadást tartsunk akár, hanem egy workshop keretében tartsuk meg ezt az órát, hogy a hallgatók is aktívan részt tudjanak venni, elmondják a véleményüket, bátran kérdezzenek, bármi legyen, ami úgy segíti őket a kutatásban, és lehetőségünk volt arra, hogy az előző fél évben egy őszi kurzus keretében doktoranduszoknak tartsunk órát, ugye a hidegháborús kirakó darabkák, ez volt a címe a kurzusunknak, és nagyon sok témát érintettünk, és folyamatos volt az aktív részvétel kérdések formájában, és szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. Tudod, hogy miért volt különös a mostani kurzus, mert saját magad is tanultál. Egyrészt nagyon jó érzés, így oktatóként mondja az ember, hogy nagyon felkészültek a hallgatók, és olyan témákkal foglalkoznak, amelyek nagyon-nagyon érdekesek. Így van, számunkra újdonság erejével hatottak ezért. Ezt igen, ezt akartam, nem találtam a szót, köszönöm. Igen, tehát, hogy, igen. Tehát, hogy olyan, hogy az életben nem hallottál. Így van, és ezért jók ezek az olyan, kiszélesítik a látókörünket, újabb információkat, akár bele tudjuk építeni a saját kutatásainkba is, ha éppen olyan van. Tehát ez mindenképpen hasznos, talán mind a két fél számára. Ahogy itt látható, az, hogy együtt beszélgetünk, fontos az is, hogy akár kutatási eredményeket közösen hozzunk létre, írjunk meg, hiszen az egy előrevezető, nem biztos, hogy mindig mindenben egyetértünk, de tudományos eredményeket együtt le lehet tenni az asztalra. Ha már eddig arról beszéltünk, hogy a kutatás háttere az miként néz ki, hogyan tudjuk megszólítani a széles közönséget, hogyan tudjuk továbbadni a kutatásainkat. Beszéljünk egy kicsit a magyar külpolitikai életről az 1945 utáni időszakban. Mennyiben más az 1945 utáni magyar diplomácia, külpolitika, külügyi élet, mint az 1945 előtti? 1945 után azért nagyon sok folytonosság tapasztalható a
a korábbiakhoz képest, hiszen egykori diplomata elitnek a német ellenes antifasiszta meggyőződésű része újra szolgálatra jelentkezett, és kész volt képviselni a nemzetközi téren a magyar érdekeket. Emellett persze megindult az új politikai pártok, újonnan hatalomra került pártok térfoglalása mindenek előtt a kommunistáké, és ahogy az országon belül a belpolitikában lezajlott a kizárólagos hatalom átvétele, a többiek kiszorítása a politikai palettáról, politikai életből, ugyanúgy a régi diplomatáknak is a kizárása, emigrációba kényszerítése, elhallgattatása megtörtént. Ezt olasz viszonylatban talán Gábor meg is kutatta, úgyhogy valószínűleg nálamnál kompetensebb ebben. Azért ez többé-kevésbé minden területen érzékelhető volt. Nagyon-nagyon egy pici részt kiragadva, nagyon egy pici szegmensét érzékeltetve, egy idő után nem a szakmai kompetencia vált a legfontosabbá. Ez mondjuk olasz viszonylatban nem ismerte a diplomata az adott ország nyelvét, teljesen nem hiány volt a nyelvtudásnak, de nem csak a nyelvet nem ismerte, hanem nem tudta, hogy hol van. Nem ismerte a fogadó országnak a történelmét, nem ismerte a fogadó ország viszonyait. Ez Olaszországban olyan anomáliákat okozott például, hogy magasrangú diplomaták, magyar diplomaták egyszerűen az OKP vezetőit fasisztázták le a magyar diplomáciai kar tagjai előtt. Tehát egy idő után tudom, hogy rájött a központ is, hogy ez az álláson tarthatatlan, tehát egy idő után újból azért lassan-lassan a politikai megbízhatóság mellett a szakmai felkészültség, legalábbis a nyelvismeret azért fontossá vált újból. Tulajdonképpen egy ilyen emelkedő tendenciát mutatott. Ez így van, és egyébként ez nem egyedi példa, mert ugye a briteknél is pont ez volt, tehát a londoni magyar követségnél is azért az emberek, ott dolgozók jó része nem nagyon tudta az angol, tehát ez elég sok problémát és kellemetlenséget is okozott. Hát hogyne? Úgyhogy igen. Hát igen. Hogyne? És ha már ilyen problémák voltak, tegyük fel a kérdést, hogy mennyire volt súlya a külpolitikának, a külügynek ebben az időszakban? Itt azt gondolom, hogy azért különböző időszakokat kell kiemelni, hiszen 1945 után, talán 47-48-ig működtek a korabeli folyamatok. 48-ban egy elég komoly tisztogatás zajlott le, és talán az 56-ig, vagy a Rákosi korszakra kitekintve fontos, de nem annyira a külpolitika dominál. Míg mondjuk a 60-as évek közepe második felétől, de különösen a 70-es, 80-as években a Kádár rendszer nagyon nagy hangsúlyt helyez a diplomáciai kapcsolatokra, külpolitikára. Az a Kádár rendszer, vagy az a Kádár János, aki nem egy diplomata, nem egy külpolitikus, nem egy külpolitikai alkat, de mégis van ennek gazdasági, van ennek politikai szála is, de Magyarország nemzetközi elfogadtatása, a helyzetének a megerősítése szempontjából Kádár fölismeri azt, hogy szüksége van, és nagyon jól, én azt gondolom, nagyon jól lavíroz abban a közegben, ami azért nem az ő terepe. És ez abban is megjelenik, lehet, hogy itt előjön az, hogy már képzett diplomaták jönnek, nyelveket beszélő diplomaták jönnek, de biztos, hogy személyében Kádárnak is ez egy olyan terület, amire ráérez, amit megérez, hogy ebben van lehetőség. Ez még mindenképpen hozzá tartozik, hogy ugye mely földrajzi régiók lesznek fontosak a külpolitikában. Tehát ez a Viktor által is jellemzett, mondjuk így offenzíva, tehát fokozottabb magyar jelenlét, ez mindenek előtt Nyugat-Európára lesz igaz. Tehát ez nagyon látszik, hogy nyugat-európai országokra nagy súlypontot helyez a magyar külpolitika. Az első számú partner összességében mindvégig a Szovjetunió marad, de Nyugat-Európa országainak, nagyobb országainak, Nagy-Britannia, Franciaország, NSZK, Olaszország súlya az érzékelhetően növekszik a magyar külpolitikában. Gazdasági érdek is ezt mondja, tehát kikkel kell nagyobb kapcsolatot kiépíteni, kiket kell meggyőzni esetleg, hogy most nem szeretnék itt szakbarbárkodni, de ugye, ahogy erősödik az európai integráció, annál nehezebbé válik a magyar agrártermékek exportja is. A
még nem uniós, de közös kereskedelem politika miatt, és nagyon megpróbálnak lobbizni, hogy előnyöket szerezzenek, amennyire lehet. Tehát szakértők kellenek, ezzel csak azt szeretném itt alátámasztani. Olyan emberek, akik nem csak éppen az aktuális ellenségképről tudnak propagandaszólamokat, ideológiát hirdetni, hanem akik tőzsdei árfolyamokban is, és fegyverkezésről is, és a sorok közötti olvasás képességével is rendelkeznek. És talán az fontos, hogy miközben van egy hivatalos diplomáciai folyamat, azért pártállam állambiztonsága, vagy főleg a hírszerzés, tehát hogy van egy olyan szegmense is ennek a kérdéskörnek, ami akár ha csak az emigrációra gondolunk, az emigrációval való kapcsolat, bomlasztás, az emigrációban lévő különböző irányoknak, különböző irányokhoz való pártállami odafordulás, odafigyelés, illetve hogy hogyan lehet bizonyos akár Magyarországról származó emigrációban élő, akár Magyarországgal szimpatizáló vagy kevésbé szimpatizáló külföldieket felhasználni ahhoz, hogy akár egy másik országban, egy másik nemzetközi szervezetben Magyarországnak ebből, vagy a pártállamnak ebből előnye származzon. Én nagyon szívesen beszélgetnék még veletek erről a témáról, de ránéztem az órára, és elfogyott az időnk. Úgyhogy belétek kell folytanom a szót. Nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, sőt egyenesen kérem a hallgatókat, hogy észrevételeiket, gondolataikat küldjék el nekünk az adás témájával kapcsolatban a podcast@nep.hu e-mail címre. És tulajdonképpen ez most a reklám helye lesz a továbbiakban, ugyanis a következő egy évben a podcast sorozatunkkal olyan országokba látogatunk el, mint például a két Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország, elrepülünk az angol szász világba, Svédországba. Nagyon izgalmas utazás lesz, azt gondolom. Ezen kívül pedig lesznek tematikus adásaink is, amikor egy-egy fontosabb nemzetközi eseményről fogunk részletesebben beszélni, mint például az 1968-as csehszlovákiai bevonulás, 1956 eseményei, és külön kitérünk az 56 utáni nagy emigráció kérdéseire is. Következő alkalommal tehát virtuálisan a szomszédba utazunk, és Ausztriáról, a magyar-osztrák kapcsolatokról emlékezünk meg. Nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, és köszönettel tartozom Sós Viktor Attilának, Andrédez Gábornak és Szilágyi Gábornak a tartalmas beszélgetésért. Én Madarász Anita voltam. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.